Békesség néktek! A feltámadott, élő Jézus szavaival köszöntöm a gyülekezetet, amelyik azért gyülekezett ma itt össze Isten házában, Kuntapolcán, hogy a feltámadott, élő Jézus dicsérjük, hogy találkozzunk vele, hogy üzenetét meghalljuk, hogy énekben, imádságban dicsőítsük őt. Máté evangélista beszámol arról, hogy amikor Jézus Jeruzsálembe bevonult, nagy sokaság követte és dicsőítette őt, és a sokaságban ott voltak a gyerekek is. És a gyerekek követték Jézust a templomba, és ott a templomba is folytatták még a hozsannát. Ezen föl is háborodtak a főpapok, írástudók, szerették volna őket elhallgattatni, és Jézus mondott akkor egy mondatot, amivel a Zsoltárt idézte: gyermekek és csecsemők szája által építi Isten az ő országát, és szerez magának dicsőséget. Ezt szeretnénk most tenni, a gyermekek és fiatalok azért vannak itt közöttünk, hogy a bevezető liturgiát ők szólaltassák meg. A feltámadott Jézus dicsőíti a gyerekek szolgálata, a jelenlétük is mind az Isten hatalmáról beszél, arról, hogy ezekben a falvakban, ahol összegyülekeztünk, Hosszúszón, Lekenyén, Kecsőben, Sajógömörön, vannak olyan fiatalok, akik konfirmációra készülnek, illetve konfirmáltak a tavalyi évben, az elmúlt vasárnapon, mint Dávid, fognak holnap, vagy jövő vasárnap. Többségében a konfirmandusok szolgálnak közöttünk, de vannak kisebbek is. A bevezető liturgiát úgy állítottuk össze, hogy általában az Isten tisztelet liturgiája kezdődik, egy Zsoltárt fognak megszólaltatni, aztán jön egy bűnvalló imádság a gyermekek ajkáról, azután elhangzik az örömhír, a bűnbocsánat üzenete, és egy verset hallgatunk meg majd az ige erejéről, és végül a mi atyánk, Luther Márton mi atyánkja fog megszólalni. Fogadjuk szeretettel az ő szolgálatukat, és kérem, hogy szívünkben csatlakozzunk az ő dicsőítésükhöz, és mi is, akik itt ma összegyűltünk, dicsérjük az élő Jézust. Legyen ez a mi mai ünnepszentelésünk, Isten tiszteletünk, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a bajban. Sörjék, Uram, velünk van, Jákob Istenem, ami van. Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Az Úr a pásztorom, és nem hiányzik semmi, mert csöldellő mezőn hagy elpihenni. Csendes vizek mellé visz engemet, hogy felüdítse tikkadt lelkemet, növéhez dús legelők felé vezet. Ha járok meg sötétben, veszély nem rémít, mert velem vagy ott, a te pálcad, a te pásztorbotod, az lesz vezérem. Elébe azt terítettél, és látja, mint ellenfelem, olajod gazdagon kiárad homlokomra, túlcsordul sertekem. Bizony, jóság és kegyelem kíséri minden nap életem sorát, s az Úr házában lesz lakásom örök időkön át. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a bajban. A sörökség uralmunk van, Jakobus Istenem, ami van. Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Bűnvalló imádságban fordulunk Istenhez, imádkozzunk. Istenünk, te akkor is szeretsz minket, ha valamit rosszul csinálunk. Ha irigyek vagyunk, bocsáss meg nekünk. Ha veszekszünk, bocsáss meg nekünk. Ha árulkodunk, bocsáss meg nekünk. Ha nem fogadunk szót, bocsáss meg nekünk. Minden bűnünket, bocsáss meg nekünk. Amen. Bűnvallásra Isten mindig a kegyelem üzenetével válaszol, amely most így hangzik. Úgy szeretőre Isten ezt a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el
Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Van örök kincsünk, becsesebb nincs nála földön égen. Az arany ezüst drága kő, csak borha hozza a mére. Nem múlt a felől semmi még, és nincs, ami felérje. Ez örök égi ajándék, az Isten szent igéje. Itt rozsda moly futó idő elpusztít minden régit, és előbb-utóbb romba dő, mint ember keze épít. Múlik ég föld, mint rózsaszal, elhervadt hulló szirma, de az igen, mint szikla al, úgy, mint meg van írva. Volt ezredévet ezredév, de soha el nem évül. Nem élhet az új nemzedék e régi ige nélkül. Erő, béke, üdvösség, mert nem lesz soha másban. Megrendül bor a föld és ég, mint Isten szent szava van. Szent ige, te semmivel vett, megvetett és lenézett, hol a földi ismeret, mely te veled fölérhet. És van-e még most menedék, hogy lelkünk óvja védje? Egy van csak, de egy elég, a kegyelem igéje. Ha minden Tomasz romba dől, ső megragadom ez egyet, és végre hozzon menekül az úgó vészben lelkem. Ó, milyen adott helyre lett, ott talál békességet, és biztos védett kikötőt, hol vihar el nem élhet. És mint a hattyú elmerül a tisztató vízében, majd úszik tovább tollait lemosva hófehéren. A legsötétebb szívet is húrmassa fehérre, az élő kristály tiszta víz, a kegyelem igéje. Ó, zengj nekünk szüntelen nagy Istenünk a hála, hogy igéd által elvezetsz az üdvösség útjára. Ki rátalál e kincsre, van nem ismert szegénységet, s nincs, aki el ne nyerhetné e kincset, szent igédet. Mi atyán ki vagy mennyekben, hozzá sértünk lélekben, és ahogy parancsolád, úgy imádkozunk, mint egy család. Átfohászunk ne ájkon, de szívünkből fakadjunk. Szentáltassék meg a neved, tartsuk meg szent beszédedet, és még a síval nem borul, érünk, mint hívek jambolunk. Téveg is tudunk anyajadat, hűk pasztorunk, te légy magad. Jöjjön el a te országod, terjedd a fényt igazságot. Szent lelked vezérünk legyél, hogy néped el ne tévedjél. Törd meg a sátán erejét, egy házad a te alaptévét. Te szent akaratod legyen a földön, mikint mennyekben. Ha szenvedünk, türelmet adj. Jós balsósban velünk maradj. Írts ki a rossz indulatot, mely megszegi akaratod. Add meg napi kenyerünket, tar hazadból talplaj minket. Munkánk sikerrel koronálsz, távoztass tőlünk bajt, viszaj. A csend és béke, szeretet, örvendeztesse népüket. És bocsáss meg nekünk, hogy ne terheljék lelkünket, amit mi is megbocsátunk, a vétét fele barátunk, szállítsék és jó indulat, így egyesíti nyájadat. Készítésbe minket ne vigy, a sátán gonosz és irigy. Te törve csal, te adj erőt, hogy bátran visszaverjük őt. Szent lelked maga segítsen, híven megállni a hídben. Ments meg a gonosztó, atyám, ha nehéz napokon törnek rám. Ha rám borul a síri év, végső ínségünkben segít. Testünknek adj békés halat, készíts nekünk mennyben lakost. Tiéd ma és mindenkoron az ország és a hatalom, ami jót kérünk megadod, imádságunk meghallgatod, dicsőségét és odafennéked jó Istenünk.